top, don't talk no shit to say. If you be thinking this the end, you better change that mind again. Fuck niggas for a day, fucking his bitch and he watch far away. Playing around from the bush in the bay, you still making around from the light to the shade. Thinking you made it, that shit said he made. Walking beside me and feeling the blade. Got it down bad, ripped jeans, Y3s on. Bitch, you never made shit I could be on. Dumb nigga wanna be on live television, I'ma make you bleed on. I come sweeter than the motherfucking neon. Fly as fuck like my nigga Lena Leon. Told a woman never play around with my shit. Break this shit, you throw that slit. Black bag drop you in the pit. Act like shit I never did. Üdvözlök mindenkit, Bagtalo, drága szép testvéreim, Bagtalo! Üdvözlök mindenkit, szevasztok testvérek, hello, hello, hello! Üdvözlök mindenkit ezen a csodálatos streamen! Hello! Itt is vagyunk, hello! Hello! Szia! Szia, szia! Hello! Hello, szia! Hello! Hello! Hello, szia! Valami szia! Jó vagyok, srácok? Jó minden? Ja, hála Istennek, meg vagyok, faszán vagyok, minden. Minden stimmt, minden klapa, éljen a nemzet, meg éljen mindenfajta. Mi a faszom van? Megint kezded? Megint kezdjük? Szevasztok, szevasz Nokikám, üdvözöllek! Hello, tesi! Hello! Itt úgy gondolja, hogy buziskodik velem ez a gettő, hogy basszom ki a száját. De tényleg. Kezd már irítálni. Olyan nagy belépek neki oldalasba.
PS-re ránézünk lehet, testvérek. Megdurogatjuk őket. Úgyhogy telt a napotok, jó minden, megvagytok srácok, család rendben, fasza minden. Babo, babo. No. Hello. Az faszatos, ezt hogy bírtad összehozni? Babu! Babu! Az faszabad meg. Hello, hello, hello. Hello. Mindenki itthon, igaz? Mi nem vagyunk még otthon, mindjárt megyünk. Ki ez a kék itt? Beszéltünk itt a tulajdonossal, lépünk is. Á, mindjárt megyünk, mondtam. Jó napot, jó napot, elnézést a zavarásért. Na jó, semmi gond, semmi gond. Semmi gond, mivel ez a miénk, ez itt a miénk, úgyhogy... Ezt nem tudtuk. Legyen szívesek 100 dollárt adni fejenként. Legyenek szívesek kisegíteni, csórók vagyunk. Nincsen se kenyerünk, se vízünk, segítsenek, kérdezik Zoro a szegény embereket. Zoro vagy? Hogy szálltál meg ebbe a hotelbe akkor? Hát ha úgy, ennyi hogy bepofátlankodtam. Hát ekkora hodájra. Te mumusz vagy. 20-an nem rakjuk össze. Én akkor megkérdem az urakat, hogy sétáljanak kifele, jó? Ez jó van, uram, rendben, megyünk is, ne haragudjatok. Tehát ilyen szép napot. Nem maradj szép napot. De nem adja nekem, ami a hátámban olyan jó lenne, lelőném az összes rendőt vele. Adja. Bassz meg. Mi a faszom van itt? Ma nem elsült az ujjamon, ma az elsült. Ez mi a pizza? Hát menni akartam fel egy kis hamburgerért. Minden aki otthon skacol. Erre ide állítottak rám a kékeket. 500-an. Mit kerestek azok ott? Elkezdett turkálni az egyik a zsebembe. Ma mit turkál? Szeretem, csak mondjad már, létszi. Aztán félrehívtam ezt a két faszit, mert látszom ezek értelmesek. Az előbb volt balesetünk, akkor meg itt voltak lent egy csomóan. Mondom, gyertek ide, mert megbeszéljük. Azt mondták, és az volt nekik a szlogen, hogy házakat néznek. Mondom, itt a Playboy. Még. Nem voltam pedbe. Geci, csak nekem, a pednek nem szórakozik a ped. Nekem geci megállás nélkül. Faszom. Ne legyetek már csórók, adjatok már egy kis pénzt, testvérek! Ne legyetek már gecik! Ide is jöhetek 2 kiló! Jó? Ide is jött egy 2 kiló, annyira ottogatjuk. Adakozó szellemeket elvárom, érted testvéreim?
De a csomag tartott. Belenézek ide a kesztyűtartóba. Nem tudni, nem tudni. Hát ez f***. Sziasztok, hello, hello. Hallod, van nálad SMG? Nincs nálam semmi, jó, akkor ezt átnyújtom neked, jó? Meg ezt is köszönöm. Átnyújtom neked, jó? Állj meg, most belenyúlok szépen köszönöm. A testedről, leveszem szépen. Így is van, köszönöm. Na most jó. Aha. Gyertek bejön. Itt van vagyunk, mit halózol? Te ki vagy? Ez a Brandon, hát. Na gyere, tessék akkor befele. Na mi legyen, fiúk? Tudunk már a mai napról valami? Ja. Azt a majd bolond pénzszállítások vannak. Már kezdik? 8-kor kezdték. És már el is szállítanak? Akkor azt mondom, hogy szerintem a helikopterekkel szálljunk fölfel, azt nézzük. Te ki vagy, te szerintem is. A Brandon vagyok. Ez a Brandon. Ki az a Brandon? Csak nekem van. Van, ja. Csak nekem van iszém. És te ki vagy? Nincs még egy ember, az meg a Billy. Ki az a Billy? Egy ember, akinek van jó. Te jó le vagy maradva. Ki az a Billy? Hát aki ott áll. Te jó le vagy maradva, hát. Mennyit aludta? Na, nagyon sokat. Én azt mondom, hogy heli meg kocsi. Rendítszek. Akkor hallod? Én vezetem a helit. Zsuzi. Igen? A lilákat nem tudod felhívni, hogy belük Mizu? Dehogy nem. Vagyis hát megpróbálom, írok nekik egy SMS-t. Van egy ilyen pénzszállítás, gondolják csatlakozhatnak hozzánk. Hát igen, fölmegyek kajáért és piáért. Nekem is hozol le négyen. Ja, kell még valakinek? Szerintem nem. Hát egy új asszony. Hozzak én is fegyvert? Mindenkinél legyen stuki. Hát mert be kell kerálnom és füveznem is. Mi kell nekem? Szerelőkocsi is legyen mindenkinél, aki autóval jön. Izé, géphegyvertár. Hát akkor már vegyék ki magadnak kaját, piát is. Azt is veszek, most azért jöttem már föl, de rájöttem, hogy füvet is kéne kivennem. Szóval... Fegyver legyen mindenkinél? Aha. Szerintem legyen. Fegyver van mindenkinél? Ránéznek akkor a PS-re? Ja, rá kéne durrani a PS-re. Mi lenne, hogyha... Az lenne, hogy csak madártáblatból messziről nézelődünk, szóval már a végére kevesen maradnak, akkor csapunk le. Nekem mindegy, tesi. Hogy akarjuk. Kötszer, mi kell nekem? Hol van a fű? Hol van a herbál? Te láttad? Taszak gyomot hoztam. Na jó, majd mindjárt lenyomó fekvőt. Most hagyjatok, most menetbe vagyok. Ciao, ciao. Re, mi történt felettől levesen? Beszívtam, beszívtam. Nagyon jó volt a cucc, beütött rendesen. De jobban csatta. Ez meg csak szimplán, ez megint szimplán csak altató fegyver. Uh-huh. Az altató fegyver, hát? Jaj, értem. Nekem is be kell szereznem mindet akkor. Hát van tárulóba. Jaj, majd. Jó, van egy ember minusz akkor, hogy... Jaj. Vége lesz mindennek. Na majd...
Na mi legyen, kimegy a légi, mentek így négyen a csajcival, ami meg... Hát figyelj, nekem minél jobb lövők kellenek. Hát én akkor jövök lőni SMG-vel. Nagykori belünk amúgy van fent? Nincs. Múltkor azt mondtak... Egy dar... Mi van? Csátesi. Csá. Itt van nálam az AK. Nálad legyen, jó vagy AK-ban? Aha. Robi lenne a legjobb vele. Figyelj szak! Azzal szét kell szedni a helikopter szoftvert a lendőrök közül. Jó, oké, mert... Sontottak egy csomóan. Na figyeljetek, ja, én azt mondom, ne húzzuk az időt. Nem én vagyok a góli, de van egy ötletem. Na mondjad. Visszaért a lila srác, itt vannak a városba, megemlítettem neki a PS-t, ezt várom, hogy mit mond rá. Na nem te vagy a góri, igen, bocsánat. Aha, aki megzavar, tűzparancs. Na mi legyen? Akkor ezek szerint úgy néz ki, hogy lassan indulnak, igaz? Na igen, jó. Na akkor úgy kellene, hogy a Hohér jön velem, a Giuseppe, meg még valaki. Ki lesz az? Jöjjek én. Gyere akkor te, neked is valami nagy fegyver kellene. Mit szólsz? Hát de... Ilyen mikro SMG. Mit szólsz? Hallod, Billy, hozzá ki egy kocsi. A többiek pedig... Pisztoly van nálam. Zöld mercit hoz ki. Többiek pedig... Rádió mondjad, hogy halljam. Rossz. Itt van Dorn. Itt vagyok. Ja, jó. Azt mondta, hogy mikro sajnos... SMG-t hozzá? Szerintem indulnak. A mikro SMG-t. Ha. Sajnos ki kell nyírniuk egy tagjukat, de utána lehet, hogy jó. Okay. Jó. Mondtam nekik, hogy talizzunk utána, és akkor meg tudnánk beszélni ezt a szövés melódiát. Nagyon szok a sziréna, szerintem indult a konvoj. Nekünk keresni. Két helyünk van, de egy sofőr adjuk ezt a... Ház előtt először várjatok, felszállok. Kint felveszlek titeket. Ajaj. Te se tudsz helikoptert vezetni, Geti. Rösszálltatok helivel már? Igen. Te szólom, hogy ezt nagyon rossz vezetni, csak mondom. Most akkor jöjjek, vagy nem? Vezessem? Hát... Te jól tudsz? Hát, de nincs papírom. Hát, ez a baj. De jó, nagyon jó vezetek el. Be kéne szállnom. Akkor mi legyen? Vezeted? Kösz, srácok. Nem, mert csak bűnpilot szó vége. Kint vagyok a helikopterrel. Csak muszáj gyorsan kijönnöm, mert... Na mindegy. Srácok, itt van valaki. Hol? Menj már oda. Háznál van valaki. Ne aggódj, itt nem fogom kiengedni. Hú, de rossz az irányt. Fordulj már! Nem. Valami levi! Valamit csináljatok vele, mert el fog menni a szállító, gyerekek. Már megoldottam, haladhatunk. Na nekem meg hátra kellett volna ülnöm. Várjál, intézzem. Szállsz, leértem. Hát gyere ide, ott hol rakjom le? Vagy akkor üljön. Pityuk a hátra. Ki a faszom volt ez? Tudok előről is lőni. Tudsz előről is? Elvileg. Ki volt? Nem tudni. Na, yeah. Ilány, keresszük meg valahogy a pénzszállító konvojt. Fogalmam szinte merre van, valahogy keresszük meg. Keresszünk szirénákat. Én elindulok pálya fele. Kisköcsök bezárt a kocsiját. Volt nála valami?
rakonni, csak kaja. Fia. Nézzetek már a rendőrszék fele, lehet, hogy még nem indult el a hallod? Figyelj már, de ezzel... Ez százos. Hm? De ezzel főbírnánk venni a pénzszállító autót, hogy nem? Hogyne? Jó, azt csak kell. Lehet, hogy addigra szétbasztálnak. Addigra szétlőnek, úgyhogy meg kell várni mindenképpen az, hogy üres legyen a telep. Azt mondom, és a zsiványból, akkor ott van, hogy odaszállunk, köttünk segíteni, várj, eddig főkapjuk, azt elvisszük a helyet. Rendőrszégnél van valami? A nagy gáz van, ott van még otthon a másik elé, az a visszaállunk, az a másik elébe meg visszajövünk. Ez golyóálló ez a heli? Hát nem hiszem. De nem látok sem erre se autókat. De merre lehet most akkor ez a buzi? Nem tudjuk, szállítás. Most mi jövünk végig a pályán, szemhoztam. Az, hogy merre mennek. Rendőrszék, tiszta. De. Ha most akarunk oda elmenni, csak a... Menjetek. Ha belefutunk a konvojba, akkor azt úgyis tudjuk, hogy az az. De lesz ott szete paté. Köszönöm szépen, testvér, a követést. Nagyon szépen köszönöm. Úgy lesz, hogy megpróbáljuk úgy, hogy először a hóhér fog tűzharcba keveredni, mert nála van az AK. Aztán, hogyha kicsit pihennie kell, akkor ti jöttök. Jó, én hoztam magamba a gyomot. Ezt nem nagyon kéne felszívjad Goli itt a helibe, meg kirepülsz. Úgy nagyon elindult már a konvoj. Tudom, de hol, le tudunk szállni. A rendőrség már nincs itt a rendőrségen. Nincs ott szent ki, az nem baj. Nem tudom, melyre ment, melyik izé pálya fele mentette? Figyelj már, ügyes. Most jöttünk egyes határfele, már itt vagyunk Fabágónál, itt jövünk végig a pályánál. Most itt teszünk egy nagy kört. Akkor több mint valószínű. Nem figyeltem, most őszinte leszek, tesi. Hallod? Leo, Zsaka? Teszik. De kiknek szállítanak most pénzt? Ez valami tudja? Tudja, Bront. Ennél volt skill, hogy szállítás lesz. Lilák nem értek vissza? De igen. Jó. Azt írták, nekem már nem tűnik fel ezt, de meg kell ölniük az egyik tagjukat, ja. De utána ráérnek. Mi meg elbúcsúztunk ma az egyik tagunktól. Láttam. Egyelőre nekem ez gyanúsz. Valahol nagyon rossz helyen vagyunk. Lehet. Szemi mozgás a városba? Semmi mozgás. Menjetek, nézzetek le a Doroz étterem fele. Hát oda. Aha, ott a heli, itt a heli. Aha, fixen erre van. Ja? A pénz ideért a bankba. Mi a fasz? Hol? Bankba, de melyik? Hát mi az a heli száránk? Torszanyos bank. Mennyi fölé? Nemzeti, ez nem jöhetett, mert ott voltunk. Ez gyere, ki volt itt? Palettó fele, gyere. Egyes határ mellett, első van. Mellette van egy bolt. Lőjem? Ne. Várd meg, amíg ők kezdik el. Ezek zernákok? Igen. Mind a ketten? Aha. De lekek, két akkor helyben itt, vannak. Akkor itt mi van a pénzszállítóval? Lehet, hogy még el se indult. Előre jöttek. Ja. Ezek a... ők derítik fel. Szerintem még a pénzt nem hozták ki le. Lehet, hogy még nem indult el a pénz. Már indult szerintem a... Itt banknál vannak. Lehet, hogy ott pakolják. De a melyik pénzt. Bank, tesó, melyik? A kettes határ utáni első bank. Vaj, az ének. A Doroz fele. Doroz fele. Doroz fele, aha. Hú, ott a banknál. Mi elkocsikázunk. Nagyon, van két helikopterük.
Aha, ott van egy autó, ti vagytok a Mercibe? De nagyon menjél, mert ott lesz a... Ott lesz a helikopter is, meg rengeteg koci. Hát már kicsit előrébb urunk, beleskedünk. Hát ott nagyon leszkedődni, nem fogsz tudni. Jó, vissza, tolás. Szerintetek mi lesz az útvonaluk? Erre? Helikopter, hagyja el a helyszínt, ez nekünk szól. Jó, álljunk le félre, és akkor amint látjuk őket, menj oda el a homokos részre, tesó. Homokos? Aha, és hogyha látjuk, akkor meg felszállunk. Kérdés, hogy melyik irányba fognak menni? Hát két irányban. Vagy hát igen, vagy két irányban. Itt erre lakja merre? Hát ide lesz. Ott vannak a csajok, de jó! Itt van a helikopter leszálló, ide leszállhatunk, nem? Várjál, ott jön a heli. Ide berakom a hajó mögé a helikoptert. De már nektek így jeleztek, hogy takarodjatok onnan, mi? Nekünk aha, már igen, de most jön a konvoj szerintem. Nézzétek csak! Hát, hogy támadjunk rá, nem? Ott jön a konvoj, nem? Ja, igen. Menjünk el, várjuk meg még, mászok rá. Figyelj, meg fogjuk várni, még rámegy más bagáz, és megvárjuk a tűzharc végét. Utána fogunk akcióba lépni. De miből gondolod, hogy rájuk mennek? Hát pénzszállításra. Hát nem volt olyan pénzszállító, ne vittek volna. Álladon, szerinted miért volt fekete fokozat? Esküszöm, ezeket lent ki tudnánk őket izéni, szedni. De én senkit nem látok amúgy. Tesó, ha nektek helikopter tűzítek utána, lent kell szétbaszni őket. Simán meg tudnánk ezt szerezni, ha lent lennénk. Nem. Is olyan sokan vannak, minden kocsiban kettő ember ül. Én azt értem, de meg kellene várni, még rádurran más. Hát jó, de már benn vannak a városban, és nem tudjuk, hogy hova viszik a lóvét. Hát nem. Érted, már 8-kor megkezdték. Ide elbújok. Tűzparancsak tév, tesó. Hát meddig jön már ránk? 500 métert már rég elhagytuk. Nem lehet helikopterezni? Jó van, ezzel kicsit tereltük a helikoptert. Merre mentek az alagútba, bejöttek vagy mentek? Menjél már rá. Menjél már utána, most játszunk már cicaharcot. Cicaharcozunk. Nagy levöldözzenek. Ott is a helő. Aha, akkor ott arra van a konvoj szerintem, nem? Aha, ott megy, ott mennek. Ott menni. Látni, bent vannak a városba, fordulj be. Rádiózatok. Gyere, önkormányzat felé. Megyünk. Olvadj be, ez így jó. Ez a munka. Jó, megvan. Nem látom a kocikat. Autókereskedés fele. Ha megvannak. Nem látom a kocikat. Figyelj, már úgy mész, hogy a rendőröket van. Mi legyen. Itt vannak az ernek? Ez itt van, te saladtad. Jó van, csak én közben nekem forgolóban kell meg nézelődni. Csak jó lenne tudni, hogy hova viszik. Szerelőtelep. Amúgy elsősorban őnek geci. Itt lettek volna ezek a lilák. Várjátok, el kell mennünk. Jönünk szállnunk? Hát persze, hogyha tiszta a célpont, akkor igen, mert már lőttek ránk. Az a baj, nem tudom irányítani, hisz egyszerre meg nézelődni. Jó, akkor a góré hagy lőjön elsőnek, szóljon, hogyha melegszik, és akkor jövünk. Ott van a helikopter. Egyből lehet másik lőni. Oldaladon vagyok, bazd meg! Tudom. Kicsit nehéz dolgom van. Tájékozódni is, haladni is. De ne tájékozódj, csak úgy fordulj, hogy a góré tudjon lőni. Rendicek. Szólunk mi, hogy csak merre van. Csak látnom kell közben, merre menni. Itt vannak, haladtunk a komba, nyugi. Haladszunk. Aha. Autókereskedésnél vannak. Szerintem ezt a PD-re viszik. Akkor oda beállok. Van vagyunk. Ide hozzák PD-re. Alájítsuk el. Aha, itt vannak. Rendőrségre hozták. Aha, lőnek. Áááá, elkaptak! Mindjárt kinyúlok. Elvérznek! Aha, nagyon kattak! Nagyon! Ez nem igaz! Én nem tudok ellőni. Tudom. Az egyiket nagyon megrotáltam. Helikopterbe? Aha. Ah.
Titteket lőnek, tesó. Bocsánat, hol hírom? Haló? Minket? Igen. Nem látom helikopter. Á, nem jó. Ott van előttünk, így jó. Bal... Várján. Nem tök lőni. Füstölünk! Jó, el kell hagynunk a légteret, füstölünk! Hát mennyi kell abba a vezetőbe, Geci? Hát én is próbáltam lőni, de... Várad, az most zuhan? Új, mi legyen? Nem tudom. Az zuhan? De, nem. A mik? Hú, át kell szállnunk egy... Közeli garázs. Verdába. Itt van balra, tesó. Várad, de itt nem tudni sehol lerakni. Hát most ide lerakjuk a homokos részre, jó van az. Igazad van. Tudom, hogy kicsim, azt... Kicsim, hát te raktad le a jogosítványt. Én. Kezd megállni. Most miért nem viszed haza? Minek vigyem haza? Kell koci, nem? Réko, a kömültőn oda fent. Kéne egy Joya. Nézd meg, hogy belém lőttek. Állj, adok. A faramba. 3-7-3. Tessék. Hozom az autót. Kocsiba kell lőnünk, szétrotálták a helikopter. Jó van, merre vagytok? Menjünk, mert állunk. Vagyunk gettó publik. Gettó. Oké, megyünk. Gyere, szállj be! Szerintem minél több kocsi van, annál jobb. Haza? Nézzünk, kocikázzunk el az izé fele. De már pakolják a pénzbe. Pakolják? A ilyen dobozok. Hogy nem mentszen ki? De tudom, te sok senki nem ment. Hogy lehet, hogy nem támadta be senki? Na, Mizu? Hát ennek gyorsan vége lett. Hát jó. Merre vagytok? Otthon. Hát akkor menjünk haza, én azt mondom. Azért egy kanyarat teszek arra a PD fele. Ez most itt mi a faszom? Várjál, eltolom innen. Várjál, kiszállok, eltolom. Mondtam, hogy bemegyek, tényje! De mi lőnek ránk, Geci? Geci ránk is lőtte. Helikopter. Vigyázz onnan! Lehet erre elhaladni! Tesó, csak eljöttünk, otthon az szétlőnek! 100 méteres körzete le van zárva a PD-nek! Aki cselt találtak? Nem. Nem találtak kezdet, nem. Mindig. Legyen Cali otthon! Aha! Cali otthon? Ez már... Itt nem, jön nem... a pénzszállító, gyerekek! Hol? Menjünk itt oda? Itt jön lefele! Menjünk, hanyan vannak? Rádurranjunk? Jó, menjünk, hanyan vannak? Ő nem szokott. Hárman, meg helikopter. Jó, mehet. Ó, nem a fasz, te menjünk van. De már mennek rá az izék, a zöldek. Kocik mennek. Nagyon rá. Sok ellenzék van rajta, srácok. Meg kellett nem volna hagyni a kocit. Ez egy kamu szállítmány volt, amire mi mentünk. Az fasza. Ó, semmi gondot már... Hallod, Leo, gyere haza, légy szíves, a másik helikopterünket vegyük elő. Rendben van. Valaki addig a Mercedes-szel kövesse a konvojt.
Mert... Akkor csak kerekünk. Táblatokból. Mi ez a lövöldözés itt körülöttünk? Na hát errefele van a konvoj. Tudom a helikopter. Oké, már itt várok hátul. Jövök én is, szálljunk bele mindannyian utána, hogy lepülj föl. Arab. Arda rampa. Aha, kórháznál van konvoj. Hova tűnt? Gyere már! Nagyon sokan vannak. Gyorsan szálljátok be! Már a Geszi nem tudok hátra szállni, mindegy. Amúgy ezt hogy lehetett ide itt kitalálni? Nem tudom. Lementek a faszom pályára bele. És lezárták. Milyen pálya? Itt a kórház mellett. Fent. Merre fent? Itt kaszinó? A publik mellette sok. Aha, majdnem a kaszinó. Nem a kaszinó, na. Fent, ahol... Na. Hogy mondjam, a publik, ahol van. Kórház mellett? Vagy publik, vagy mi? Fent, tesó. De hol fent? Már lövöldöznek is. Érticek amúgy? Nem. Merre? Jó, megvan, kórház előtt, megvan. Kórház előtt. Ott van, Zöld Hammer szarrá lőttek. Hát, bazd meg. Jó, Bece. Rám lőttek. Fő publiknál vagyok. Jó. Hagyd durrongasszák. Hallod, szálljunk le valahol itt ti? Miért? Mert majd baj van a lövés, lövésemmel. Ó, hogy verjem bele a faszomat ebbe a szarba. De egyet biztos, hogy kilőttem. Ügyes vagy, testvérem. Megyünk érted. Most jó lenni? Nem, az a baj, mint hogyha... Akkor vezesszed te! Nem, az... Lá... Mindegy. Faszom, menjen. Meg mindig itt megjavul. A kórház előtt hallani a riasztó. Rendítszek. Megyünk, érted. Próbálj messziről cíteni. Lehet nekünk is messziről kéne nézni, ezt megvárni, amíg mások kidalálják a rendőröket. Itt a, itt a pénzszállító is lent. Felkapni, ha úgy van. Gyertek, már nem nagyon bírjuk, hol gyertek. Vagy, hol vagy? Itt vagyunk. Kórház előtt. Látunk titeket a rózsaszín kis szörnyeteggel. Azzal én vagyok, igen. Lent van a pályán. És már lőnek, de nem sokan vannak. Csak nézd, hogy tüzet nincs szarul, rendben, hóhér? Mi nem látunk titeket, tesó. Itt vagyunk a kórház. Enged. Húzz fel! Egy halt. Helikopter. Jaj. Li. Igen. Lövöm. Hú, várj, nagyon be vagyok adrenalinozódva. Ő.
Mi vagyunk? Aha, mi vagyunk, egy hackus volt. Merre van a kész autó? Lent van a pályán, tesó. Kórház alatt a pályán. Hát, geci! Ó, hogy tudunk oda lemenni? Étek, menj vissza a kórházhoz. Rázd le őket! Leráztad? Nem tudom, nem tudok hátra nézni. És hova mész? Jó, leráztad. Most nem jönnek. Szájlevaló vagy tározom be a fegyvert. Már megint? Ah, meg nagyon fett az adrenalinom is. Lehet, hogy cserélni kéne. Cseréljük, odaadom az AK-t. Csak ne itt szállj már le, ahol ennyire láthatóak vagyunk, testvér. Vicc jó? Nem jön utána semmi? De jön. De jön, jön az egyik heli. Ez mind baj. A kettő. Ez baj. Nagyon? Jó, most már talán nem. Ide rakjam? Aha, rakjad. Helit megszereljem? Nem hiszem, hogy meg tudjuk. Nyírtam egyet! Az, vigyázz magadra! Van nálam láda, megpróbáljam. Hát, hagyjuk, majd a püstöl akkor nyomjuk le. Jó. Gyere, átadjam neked a mikrót. De én nem tudok onnan lőni, átadom az eset. Gyere vizet, majd, megy a pénzszállító rendőrség elé, egy autó védi, egyetlen egy. Dosszon, akkor dobd át. Pénzszállító autó rendőrségen. Megyünk. Gyere. Bekerült? Az baj. Ott a helikopter. Hol? Á, nagyon szokon vannak. Te jó ég. Hát ez... veszélyes. Ez veszélyes így nagyon. Megvagyunk helivel. Kilőtték a rozsaszín kocsiból. Bal oldalon van. Vagy bal oldalon vagyok, csak úgy tudni majd lőni. Tudom, csak füstölünk. Füstölünk, ezt meg kell szerelni. Oké, várj, csak lerázom a helit. Tudjuk el megszerelni. Jön a heli utánunk, bassza meg. Hát én meg így nem tudok lőni. Csak kilőttek a rozsaszínbe. Jó, mi meg megyünk, füstölünk, és jön utánunk a heli. Folyamatosan jön. Ez nagy hiba. Talán most már nem jön. Kilőtték a bal... Kit lőttek ki? Jön. Nem ilyen. Hogy láttam, nem, most már. Ide a hegyen valóban le kell rakni. Na a rendőrség mi az már, én itt vagyok meg az öltözőben. Hát a pénzt azt bevitték, azt nézzétek az a hirdetést. Nem tudom mit, yeah. De be vagyok szorulva. Nektek nem rossz a szemetek amúgy? Nem. Hova vagy beszorulva? Az öltözőben, a PD melletti öltözőben bent vagyok, mellettem van itt ott a hídnál. Van a huzetrogerest kilőve, bent fekszik a kormányra rádőlve. Próbáld meg valahogy elhozni őt. Ja. Ráni szerelő rádával? Próbáld meg. Te mondom. Elvileg megy. Merre vagy? Leo? Jök. Melyik bokorba? Akkor legalább azért add majd a másik kis picső ezt. Abba mennyi lőszer van még abba? 18 van a nagyba, az de nagyon hogy? Kevés. De hogy? Hát betároztam. Hát mert egy szar. Fogalmam sincs, hogy van ez a fos zombék.
Köszi, tesi. Beszem a kórházba. Rendben. Még szétlőttem őket. Ahhoz képest nem ilyen kevesen voltunk. Az ott, amikor leraktam a helikoptert és hátba tudtad őket szedni a pályán, az ott jó volt. Ja, ott egyet vagy kettőt ellőttem a picsába. Szia! Hello! Egy hello! Szia, figyelj csak abban az AK-ban, én betöltöttem a tárat. És igazából nem baszta 250-re. Ilyen komizó. Hát az baj. Bármilyen videó van róla, hogy betöltöttél kis ebben. Itt a live. Van live-om róla, azt szeretnéd. Jó. Hát akkor ezt majd Matula tud neked intézni, mert ő biztos tudja neked adolni, nem tudom. Hagyjuk, akkor nem érdekel. Akkor hagyjuk. Köszi. Akkor inkább jó ez a 18. Inkább jó az a 18. Köszi. Hello. Én tudom, a bétéket állom. Elég ez a 18, tesúr, nem? De elég. Elég az a 18. Gyere. Miért nem tudok beszélni? Na, szállj be. Gyere előre. Hello. Szia, tesi. Hello, De Niro. Hello, srácok, sziasztok. Most haza? Mi a helyzet? Mi a helyzet, bajusz? Lelőttek, vagyis vállon lőttek. Kórházban kerültél? Igen, de sikerült kivenni belőle a golyót. Itt van a Pope is. Okay. De sajnos... Bevittek a kórházba? Sajnos nem éltek túl. Mi ez a sok túl. Autó itt van? Nem tudom. Hol? 18 lőszerem van, szokra nem megyek vele. Figyelj, hazamegyek. Sztárod újra. Ja. Itt valahol oldalt rakjál le, ott mert valahol izéből beszaladok. Itt az útnál. Beszaladok, betározom. Tárasz újra. Hova mész, ember? Balra vagyunk. Jaj, máshova indultam, bocs. Semmi gond. Megszokás átka Helivel. Lerakom neked, így várja. De az útra rakjad, mert itt nem lesz jó. Lerakom, bízzál már bennem. Hát de nem akarunk tovább menni helikopterre? De, csak lerakom ide, ne az útra rakszok szét. De itt nem tudod úgy lerakni, hogy ne izéljen. Mert nem fél el a izéktől, tudni. Fordítva se így. Sehogy teszú, tegnap próbáltam. Nem. Ez szar. Ne idegesíts csak, hajok nem fél el így. Nem. De próbáld meg, de nem. Csak most szereltem, meg nem kéne szétbaszni. Na várja, hozok még egy szerelőlánát magammal a biztonság kedvéért. Látod? Ó, geci. Ilyen szar, szar helyre, geci. Vigyázz, mert itt is neccesz. Gyorsan betározom. Meghozok még szerelőládát. Oké, szállok akkor. Merre vagytok? Itthon. Megyek haza. Basszom, itt nem tudom lerakni. Merre vagytok? Azt mindjárt jelent. Otthon. Itt vagyok, innen a helinél. Maradjon nálam az SMG, vagy hozzak kis pisztolyt. Merre vagytok? A hátszó kijáratnál helikopterrel.
Ben vagyok. Ó, lénye, merre? Itt vagyok a garázsba többiekkel. Rendben. Nem tudnék leszállni valahol a medence mellett? Ide a háztetőre rakd le, nézd csak jobbra! Nem fog tudni fölmászni. Ne, hát az kis ház! Igen, de ide lerakom a kertbe, bazdmeg. Hát de ide összeféled. Bele fog érni a rotoron üzébe. Ide a kis házra, balról, de nem mondd, mert nem tudsz felmászni. És honnan akarsz oda fölmászni? Hát itt van a... Tesszú, ne égesz ki! De nem ez a kis ház, jobbra! Az alacsony! Haló? Oddan a kis kertből felugrott le. Don Puerto Rico? Ezt, teszokám, így van. Mondd már neki, hogy helidek. Helikoptert vezet, egy perc is ott vagyunk. Csak most rakjuk le itt a bázis mellett. Jó, akkor biztos, ha írt a lila srác, küldte a fordít, mehetünk, hogyha szeretnél. Most leraktam, megyünk oda, meg dumcsizzuk. És mit akarunk most velük dumálni pontosan? Hát arra gondoltam, hogy akkor a barátságot megalapozhatnánk. Simán. Nyíltan. Simán. Nagy fegyókat le kéne rakni, nem? Ja. Uh-huh. Csak izé, hallod azt az AK-t tetletesi létszi. Meg a mikro SMG-ket is rakjuk le. Hát. Azt kis pisztoly maradjon. Kis pisztoly lehet mindenkinek. Gyerekek, én olyan stresszben voltam, amikor lövődöztem. Ennyél? Szívja egy füvet, azt megnyugszol el. Ennyél? Husszaj! Faszopó! Szájon basszalak! De szépen beszélj, leobatta meg, mert pofán basszlak! Nekem beszélsz? Tesó, a hallod? Nekem Popeynál beszélsz? Annyi hülyeség volt. Négy darab telefon, minek? Akkor, na, kicsit. Kicsoda? Tudnánk beszélni egy kicsit? Következő ad lesz, testvérem. Na, figyelj, más szemébe a szákát, szájátodba a gerendát, igaz? Így van. Kösz szépen. De ez most famzárkodás volt? Fáj az igazság? Ez felkérdezés volt. Nem szeretem az igazságot. Le kell lőni, le kell lőni, le kell lőni! Buzi vagy. Na sétálj le fel a kocsihoz. Megvan a cím, mehetünk. Hogyha szeretnétek, persze. Vagányba vagy? Megfogtam, beleköptem a tejemre, rávágtam itt a tarkóra. Menj ne te! Most nem kell. De egy gyom azért lehet nálad. Na gyere, helikopteresen, veket kell vezetni. Helikopterrel megyünk? Hát nem baj az, hogyha vagy viszünk egyet szerintem. Akkor vagy, hogy megyünk? Vagy kocsival mert menjünk? Elküldte a címet itt. Autóval menjünk szerintem. Akkor menjünk hát, autóval. Nem? Jó, autó. A kis hát, Mercikkel. Valahogy hova tűnt innen a mercim? Hát szerintem porszívózta. Hát ezt nem hiszem el. Azt a merciket hozzuk, jó? És kettesébe üljünk. Leo! Már jár, már. Mi kim van már egy kocka márci, azt kivette ki. Én csak keresem a krómus percit. Helikoptert ott hagyod? Azt, ezt hogy rakod le? De én erről beszéltem, ami itt van kint. A Bari vagy ki volt? Micsoda? A barátod. Azt, gyere szállj be. Ő vezette. Leo. Hallod, ezt a tetvesz gecit nem beszélő, de már kezdem felbaszolni. Add át, mi van nálad? Pisztoly. Jó, tedd be a csomagtartóba és vedd ki.
Nem jó. De most jó. Na, gyere szájba. Na? Minden kocsiba ketten ülnek? Mögém száj, mögém száj, nem oda száj, nem oda száj, mögém száj. Megy hozzád a Billy. Arra kérnék mindenkit, hogyha kocsiba szállsz, kocsiba szálltok ketten, mindig a vezető mögé üljön a második. Vezető mögé ülj. Mögé, másik oldal. Hallod? Másik oldal. Ott szállj be. Na, ügyes. Tudjátok, hogy miért? Igen. Imádás. Mehetünk? Indulhatunk? Indulhat. Helikoptert ott hagyjuk úgy. Most mit csináljak vele? Várj a helikopterre, várj a helikoptert le kéne raknunk, basszus, az ott itt hagytuk. Itt nem mész be? Szar, de a faszomba jó van, az úgy szekel máma. Jaj, de szép volt. Két legnagyobb szofőr. Hagyjuk úgy, nem baj, elfér az ott a tetőn. Messze megyünk? 2,4 kilométer. Kamerázott terület, vagy nem? Mindjárt megnézem. Tudunk normál szemvezetni? Nem az. Akkor csak figyeljünk. Persze. Figyul? Hm? Miért nem te vezetsz? Ki? Én nem tudom, hogy hova kell menni. Nem, az annak beszélek, aki itt gipszet evett. Ezt a sírtel nem vágom. Hát aki azt mondta, hogy miért nem te vezetsz? Vagy mit beszélt már az arab gyász? Miért nem tudunk normálisan vezetni? Igen. Hát ne nyomd ennyire, mert biztos, hogyha fékezni fogsz hirtelen, teli fogjuk egymást okay. verni. Hello, hello, hello. Fegyverrel a kézben szálljatok ki. Szerintem nem kell. Jobb az elő van. Még nem beszéltük meg a dolgokat addig. Jó, csak ez ugye a grow. Zárom ezt a kis utcát. Jössz, Leo. Ja, bocsánat. Hello, hello. Hello, hello. Sajnos a pénzszállításnál megfagyakoztunk, aztán... Hello. Bocsánat, hogy nem tudtunk menni, csak el kell kérdezni egy régi kollégát. Még egyszer? Hát el kell intézni egy emberünket, mert eltávozott tőlünk. Na, semmi baj. Bocsasszunk tőle. Nálunk is most történt, nem is olyan rég egy ilyen... Na, Hóhér, felvázolod ezt, Léci, amit meséltem, hogy mit szólnál, ha? Nekem igazából figyeltek. Azért jöttünk most itt össze. Mondtátok, hogy szeretnétek ugye barátságban lenni velünk. Mi most mondjuk azt, hogy ez az előző kis üzletünkkel, mondjuk azt, hogy megalapoztuk a barátságunknak a kezdetét. Mi megadjuk nektek azt a lehetőséget, hogy igazából azt a... Hogy mondják ezt szépen, hogy jó legyen. Mi akkor nyitunk felétek úgy, hogy mi elfogadnánk akkor a szövetségkérdéseteket. Ez kérdés, hogy ti most még mindig benne vagytok-e ebben, vagy nem? Többiek? Ezt a választ nem én fogom kimondani. Hát még kimondhatod te is. De szerintem igen. Majd hát szavazzunk itt, akik itt vannak. Igen, akkor lesz korrekt, hogyha egyhangú a válasz. És ezt most szeretnétek már is megkapni ezt a választ? Nem feltétlen, de...
De minél hamarabb vagyunk együtt, én azt gondolom korrektek vagytok ti is, és mi is. Ezáltal nagyobb, nagyobb hatalomra tudnánk szert tenni, mert egyre gusztustalanabb ez a város. Egy olyan probléma van nálunk, hogy nem minden, tehát nem mindig leszünk ennyien. Ez nálunk is probléma jelenleg. Tehát valamikor csak ilyen 4-5-en fogunk lenni. Teljesen jó szerintem. Viszont mi inkább ez az éjszakai baglyok vagyunk, ugye akkor... Mi is ilyen 7-8 órát, ilyen 10-11. Pontosan, így van. Ez tökéletes. Rendben. Nem tudom, mosótok az van, nem? Mert úgy azt mondhatok, hogy... Van, persze. Akkor az lehet, hogy nekünk is van. Nekünk elég akkor az, hogy én nagyon szeretem azt, hogyha egy ember korrekt, és hát tartja a szavát, nekem mindenik fontosabb az, hogyha egy embernek van gerince. Például ebben a városban itt sok embernek is gerince, és egyedül bennetnek látom azt, hogy van gerince. Hát, ja, azt mi is észrevettük, főleg itt ez a piros öltönyös, fekete zakós emberkék, akik maszkálgatnak. Azok szövetséget akartak velünk, aztán mégis hátba támadnak, meg így, aztán még hogyan döntjük az, hogy legyen szövetség, de hát így felejtsék el. Hát az már tényleg nem korrektség. Viszont, igen? Mondjad. Bocsánat. Viszont épp, hogy felkeltem, nyitottam az ajtót ki a házból, és ittam a kávémat, betámadott ilyen kék autószínű faszok, meg ilyen öltönyös buzerátor. Azok lesznek. Véletlenül nem egy Ferrari volt az? Hát én megmondom az őszintét, nem is néztem az autójukat. Nagyon sok autó volt. Nagyon sokan voltak, és az volt nekik a hát mondjuk az, hogy brügy, hogy ők ingatlant akartak vásárolni, fegyveresen bejöttek a házába. Az egyszer volt itt is, csak fegyver nélkül volt itt az emberke, hogy ő itt szeretne ingatlant venni, itt ez foglalva van. Én meghívtam őket egy kávéra, aztán mondtam, hogy gyertek srácok, megmutatom a Playboy villát, mert meg akartuk venni, és az volt a válaszuk, hogy nem, más dolgunk van, meg satara. Szóval itt levágós volt, hogy hazudott a faszi. Uh-huh. Szóval kideríthetnénk ezt majd kicsit később, kovácsolódjunk. Hát, ha úgy van, akkor még tudjuk mi azt húzni, még azt a szállat igazából jobbra-balra tekergetni. Mert elméletileg nekik nincsen mosolyuk, és szeretnének pénzt is mosni. Nincsen mosolyuk? Nincs. Jó. Persze, hát azért mondom, hogyha itt összedugjuk a fejünket, nem vagyunk buták, ahogy látom. Simán megoldunk itt sok mindent. Azokat a mellényeseket is elkapjuk. De hát azok meg nem születik a... Szerintem azok voltak nálatok is, mert ők is kék kocsival mászkálgatnak, Ferrarival, meg ez a Porsche Taycan-os féleséggel. Meg motorra szoktak. Nem, ja. Itt nem volt motor. Nem volt. Akkor nem tudom, esetleg a... Esetleg a izé... Itt ilyen sötét Audik voltak. Ilyen R8. Aha. Esetleg nem, hogyha közel megy, nem ilyen bronzos féle? Mint ez a túl? Hát sötét volt. Figyelj, ott van még két kocsi, nem? Nem, tesó, elszállítottam. Ja, akkor jó. De ilyen RS7, RS6, akkor ilyen kék autók. Fején neonnal. Figyeljetek, akkor lehetséges egyébként, hogy akkor ők szedték ma is dél körül egyébként a kábelt, meg az aksit. Mert ott nagyon ment előttünk folyamat egy Audi. Oda jött, aztán el is ment. Hát én nem tudom, mondom, én nem olyan rég keltem. Mi is igazából, legalábbis itt a... Ja, mindegy, a többsége már itt volt. És esetleg van valami tervetek? Hát bankot mentünk volna, csak hoztatok fúrót? Nem. Nálunk van. Mármint nem ti, hanem elküldtem furóért. Ja. Minden megvan. Mi van, mi nincs. De államira akartatok menni? Nem, sima kis bankra, államira nem mehet. Hát ők nem mehetnek, de mi viszont igen, és akkor durranthatnánk közös. Most? Hát akár. A legnagyobb. Legnagyobb a csap. Igen. Igen. De akkor ahhoz, hogy mi ketten menjünk államiba, ahhoz meg kell kötnünk itt a barátságot. Hát, én tudom, hogy igen.
Ja. Hát persze, de nem úgy volt, hogy meg lesz, vagy most még nincs? Még át szeretnék beszélni ők. Jó. Én benne vagyok, nem tudom, hogy a többiek hogyan döntenek. És? Tegyük fel a kezüket, aki benne van. Figyeljetek, ha nem működik, elengedjük egymás kezét, ilyen egyszerű. Nem, állt felőlem. Visszagolgatsz már napok óta? Nagyon jó illatod van. Köszönöm. Miért? Végre valaki tudja használni a szappant. Csak a sziszegő szappant? Hát ez sziszegő. Ez ilyen halszag. Szerintem ez ilyen horgászfiú. Szagold meg! Na, a komosság. Hát ez nem hal. Jó, akkor a lényeg, akkor... Figyeljetek, én azt mondanám, hogy beszéljünk meg egy közös rádiófrekvenciát, ami igazából... Vagy... Csak nem most. Csak nem most, ja. Kicsit később. És akkor esetleg ott mi mindig bebírunk durrani, és akkor össze tudunk szórakozni. Mindig lesz nálatok fönt legalább egy ember, meg nálunk is lesz fönt, és ha bármi gázra, akkor egy ilyen riadólácsba tudunk működni együtt. Annyi, hogy azt nekem küldjétek meg, mert nálam is megy a... Tudom. Majd megbeszéljük itt közösen. Vagy mi arrébb sétálunk, addig beszélgettünk, ők már megdumálták. Ja, akkor ezt most? Aha, akkor mi addig arrébb sétálunk. Jó, akkor jó. Tess kamerások azok sétekfikáljanak egyet. Amerikát nem gyere, zó. Fogd meg a hátsó zsebemet. Belekapaszolom. Tudod, hogy szeretlek. Imrét tesó pont mosszolt rá. A bandi folyamatosan szedi szét. Ki az a bandi? A Crash bandi. És szére? Francira? Ja. Csóri, tegnap nem kapott bandikút, hogy örült neki. Ja, nagyon rászolt. Ma bepótolja a tegnapi tiszt. Nem kapogja le. Ja. Mennyi túsz kell az államira? Hát azt mondom, minimum egy 8 kéne. Egy 8. Uh-huh. Minél több, annál jobb igazából. Rában. Meg gondolom a gyors autók, nem? Hát, ahogy a rendőrséget ismerem, vezetni nem tudnak, szóval... Ez lényegtelen kérdés már. Rendben. Megvan a rádió? Nagyon jó összhang van, meg se szólaltak. Szerintem átmentek arra a rádióra. Ja, már át is mentek? Aha. Na mindjárt megkérlek, küldjék el SMS-be. Ja. Hallod? Nénye, küldd már át SMS-be nekem, léci. Applikáció, nézzétek meg. Imádás. Testvéreim, előveszed a telefonodat, rámész az application-re, ott jobb oldalt alul. A szovet. Bocsász. Ezt egy kicsit bevágom. Ez a jelenet. Na, most kicsit sötét képernyőtök lesz. Hello. Na gyertek hello. Akkor ide, visszajöhettek már. Megbeszéltük a dolgokat. Úgyhogy ha úgy van, akkor vissza lehet fáradni. Már jövünk is. Hello Rádió, üdvözlök. Most esett le. Itt az én mosó. Hello. Hello, bajusz. Hello. Te volt. Köszönöm szépen. A dolgokat, a követést. Akkor viszont, nálunk viszont akkor fog kelleni mindenkinél egy fegyver. Túlszájtő autótok van esetleg? Mert nekünk van egy ilyen gyönyörű szép rózsaszínünk. Egy ilyen 8 személyes. Hát igazából amit itt láttok. Meg tudnák hozni egy veres 6Q szép. Ja, hát ha jól megy, akkor hozhatod. Jó, meg annyi, hogy fegyvert majd vegyék, jó? Kapsz engedélyt. Figyelj, mindig azt mondja, hogy az üzlet alapja, egy jó üzlet alapja. Én ezt nem hagynám elszámolás. Hát ez átment olcsóba. Nem. Micsoda? Beveszem a kalapom. Nem, micsoda? De jó a cica nyújt nézni. Köszönöm szépen! Akkor mindig ők hozzá egy fegyvert, ja, meg kicsit beszélkoázok. Nézd már! Hívtam kasztolni! Akkor menjetek akkor ezért, szedjetek!
Mehetünk? Akkor na, akkor kettesével kocsikba, és akkor túszokat szedünk. Azzal már rúzza színem? Nem kell, ebbe szedegetni. Itt vannak a yardok, csak szólok. Itt vannak a rendőrök. Nem ide. Akkor ne foglalkozatok. Néha ez eljönnek ide, aztán elmennek. Jó vagyok én itt. Figyeljetek, itt vannak a rendőrök. Hagyjátok a yardokat, mintha itt se lennének. Itt a balaszosok jönnek ide, itt egy tűzcsapot. Jó, mi elindultunk akkor túsz szerezni. Kettő ember kéne akkor az államiba, hogy figyelje a túszokat. Jó, ki azt, azt intézzük mi. Rendben. Én is jelentkezek majd. Figyelj, már kell az izém, a cincicánom. Az az én mercim, hagyj békén. Szerintem nem elég veszünk ezekkel. És akkor mi ezzel menekülünk el? Dehogyis, ez a Ferrari, a mercimmel. Oda a mercimmel elmegyünk. Az nem jó? Nekem mindegy, de nem, nekem annyira mindegy. Ezt merti volna más mondani. Hát ennyi, te vagy a főnök. Hát nem azért, hát a merci az gyorsabbat érné, meg irányít. Intézzed, főnök, intézzed. Jó van, már nem kell ennyire nyomni a gombot. Főnök, nem szólok, semmi. Dig. Megtörölhetem a cipőjét? Meg, igen, légy szíves. Beállíthatom a szénóját? Azt, hát azt a kopaszt. Azon a... Köszönöm szépen a követést. Kovat a szem. Azon, ha akarsz valamit állítani, testvérem, akkor jó. Van nektek állami osztutatok? Mert nálunk nincsen. Akkor mi hazamegyünk egy drillér, jó? Király. Oké, oké. Mert kéne fúró is hozzá, hogy a kis széfeket feltörjük. Ugye kell, hogy az álfeltörjük, azt mondják itt a többiek. Az akkor is van. Mit szedjünk össze, mondjátok? Nem tudom, az álfeltő az van nálunk is, hogyha... Nem tudom, mi kell hozzá igazából pontosan. Pillanat. A furó az van nálunk, akkor tudtok hozni zárfeltörőt? Igen, visszük és benne lesz a, már, viszünk kinek két ember oda megy egyből az, ez a bankhoz. Jó, jó, oksi. Kér furószár, kér furó, furó, várjám. Elaludtál, he! Nem, nézem, hogy mi kell. Kellett három, akkor viszont. Hát kell összesen egy fúró, maga a fúrószár, meg kéne zárfertőrőből három darab. Az jó, az viszont zárfertőrő. Ezért tudjuk vinni a zárfertőrőt, azt tudjuk vinni. Akkor többit hozzuk mi. Na, így már azért jobbak vagyunk, hogy ennyien vagyunk, nem testvérem? Hát persze. Figyelj, engem azt érdekel, ha nincsenek tizen, legyenek egy 3-4-en, már bőven jó. Mi is vagyunk mindig egy 3-4-en, 8-9-en összedúranunk, azért tudunk csicskítani. Várjál már, eltűnt az FBI innen. Haló? Na, garázsból néz, csinálhatunk embereket. Szerintem már nincsen FBI. Ja, legyen mindenkinél. Garázsból hozhatjuk az embereket, nem? Ez egy jó kérdés. Nézd meg, hogy a kórház mennyire van. Tudja, a faszom. Nem tudom. Srácok, vannak a nemzetibe már? Hát eddig hello. Senkit nem láttam még, azt mondtam, most kijöttünk a szájára. Akarsz dolgozni? Nálam van már egy. Van egy jó munka lehetőségünk, gyere szállj be. Tőlünk két ember, aki figyelj majd a túszokra. Igen, mindjárt, mindjárt szólunk, hogyha ott elmondanám, mit lenne a munka, jó? Rendben, vagyok a mercivel. Ezzel óránként keresel 5000 dollárt, jó? Benne vagy, haver? Benne vagy? Igen. Fél perces ott. Nagyszerű. Akkor dobd szépen a kezedet, jó, már átövöm a fejedet. Jó, testvérem, ott hozzá tétszi és telefonrádiót vedd. Ne legyél ilyen, nézzé. Hadd nézzem meg a zöbeid. Találok nála a telefont, rádiót.
Egy plusz viszünk az államhoz. Figyelj, jó viselked. Autópályán van, most itt van két autó. Nem bántunk, jó? Hogy aki tud, az jöjjön. Mondjad! Jövünk kettő. Te merre vagy? Kórházba vagy? Menj már haza, hogy hóhél a Franciszkóért. Hagyj rakjam már kettő úszt. Rendben. Kettő perc, ezt megyünk érted, szá. Van valaki az államiba már? Túl sokat keresünk, mert megyünk államizni. Visszak egyet. Hozz egy Mercit akkor, jó? Itt vagyunk állam. Itt jött fel egy izé Márci. Sétálja ki, szépen sétálja oda a lilákhoz, jó? Azok. Maradjatok rajtuk, csak ez a Márci, ez nem olyan gyors. Gyerek is szabe! Elhajtottak már autópályát. Nézzétek már át, jó? Jó, bevisszük, átvisszük. Hova lett a kis rát? Melyik? A Vili, ja itt vagy Vili. Vili, de jó. Hello. Hello. Úgyhogy ez lett az új. Hát itt vannak hát vannak. Vagyunk. Te hülye ezek. Kell szerelő láda? Nem kell. De eddig a, hol vagy? Eddig a 66-os volt. De a szövetségeseinkkel vagyunk együtt. Ez a szövetséges. Gyere, itt vagyok, szállj már be a kocsiba. Hát abba a másikba, mert ez már szét van durrantva. Dehogy, nincs szét durrantva. Hát nálam szét van durrantva. A lilákkal. Lilákkal? Akkor szét lesznek nyalva. Kik? A lilák. De velük vagyunk szövetségben. Fú, de bakon vagy. Hát pont azért mondjuk, szét lesznek nyalva. Hát nyalhat szét őket. Na nyal, te, én a csajszit akarom. Nyaljad. Nem úgy, hanem felszedni, brandizni. Addig szoknőt fel tudtál szedni. Dick. Te voltál a nyolcsábász a csapatban. Ez jó, ez tetszett. Jól emlékszem rá? Mi van? Aha, arra mehetünk is. Menjünk rá lila. Fele? Ti mentetek fölfele? Ja, mi, de kell egy szerelő, úgyhogy. Ú, basszus. Nektek nem mentem neked. Már alapból lefüstöltök valamiért. Az fasza. Gorásodat hívok egy szerelőt, remélem van a városban. Pak pak pak, ez itt a nagy király, ez itt a pak pak pak, itt van a nagy lövő, pak 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 pak. Mi történt velem, nem meséltek valamit? Nem tudom. Nem tudom. Elszedt a vércukrod, és megpusztultál a gecibe, elájult. És utána pedig a Leo megpókázott. Megpújkáztam. Igen, megpújkáztam. Igen. Szépen fogom ezt a kötélt, vagy mi ez itt, no, kocsiba van. Akkor én meg a tarkóthoz nyomom a pisztolyt. Én is a tarkóthoz nyomom. És most húzom ezt a szart. Na, én meg meghúzom mindjárt a ravaszt. Na mi van, Leo? Megfulladsz. Megfulladsz. Ez nem félsz. Megfulladsz. Most meg. No, előre csúszott mindegy kettő. De mindjárt tudok fejezni végre. Úgy beszéljél már, hogy... Ne legyek már mindig én a... izé. Mizé? A hibász. Miért rám fog? Akkor nem is ő pulykázott, senki nem pulykázott. De megpulykázott, akkor lehet az egyik öt csak rendőr volt. Na, rendőr? Hát minek volt, amin a rendőrökkel? Hát mert megállította, a kocsit mellett voltam, amikor odaértünk. Ott guggolt a fejeden, pulykázott, azt úgy zavartak. Azt én már nem segítettetek. De hát elzavartuk csak. Persze. Segítsen rajtad a piros bagát. Igen. Katica. Csak. Tudod mit? Te rajtad meg a hóhír segítsen. Nálunk van egy túsz, de nem fér be több. Gyertek ide az ilyen tracker mellóhoz. Itt tudtok fogni az még egyet. Rendszadok. Lehetok a perkával. Arrafelé indultunk el. A kamionos melónál indultunk már. Fönt van a Sandy Shores mellett. Az? Arra gondoltok? Hát így behozunk be egy túsz. Köszönöm szépen. Most akkor melyik izénél vannak a túszok? A kamionos melónál ott van egy kamionos, el kell kapni. De ez hol van? Jobbra már úton vagyunk. Megkemeri még egy információt? Közesszek főnök, hogy ne izzadjon bele a ruhájába? Istenem, te mit csinálsz, te balfasz? Mit csinálunk? Ne lássanak.
Három túsz van bent a magra. Ja, azon még egy. Így van, három. Tűz, ezt össze kéne durrantani. Állj már meg, hogy bosszok jön áthás fejedet! Beülném még már ebbe a rohadt kocsiba. Ezt én nem értem. Hát az, hogy szórakozó velem, bazd meg! Kérvényt nyújtszak be! Facom! Most már leiggadtam. Feláll a faszom! És a szádba egy komolyan mondtam bele, pacó! Te mi van, te kurva szí, eszem paszba szí, eszem kurva. Mi van, te verép, verép. Te sultanom papa, lelki kérdésvégyet, verép. Nem lehet, hogy érjél. Köszönöm, itt vagyok a kamionos meló. Na, jó van. Akkor mi húzzunk két innen, ha itt vannak százak. Mászra tölt, használjuk már az összereket, főnök. Nem baj, ha itt fel akarok robbantani. Micsodát? Mi lenne, Leo? Te fogod? Itt nyomod neki. A kamionos melónál, itt áll egy kék Ferrari, de ember nincs benne. Na, mondjad, mondjad! Hallgatszak! Rongyolj bele abba az izébe, a benzinkútba, rongyolj bele. Kik vannak ott? A rendőr is, menj itt tovább. Kekus is, rendőr. Hova látod, itt vagyok melónál. Hello! Hát nézed ezt a kocsit? Senki nincs ebbe. Nézzétek már meg a kocsit. Nézzük. Hú, de szép Merci, ez olyan tiéd? Ez még mindig itt nem Merci, ez még mindig BMW, te fasz. Ez Merci. Ez Merci, te szerencsét. Merci, ez tényleg Merci. Mehetünk szerelőhöz. Kinyitom. Van benne 20 kő. Hozzad. Ott a minek nekünk a kő. Nem kell. Fejbe akartanak baszni vele. Kamionos nem baj, de jó az, hogyha van nálunk. A szerelőláda ide kell majd. Ugor be szerelőterepre. Pontosan, mert itt vagyok körzök, de nem találok teket. Ojojojoj, az micsoda, az micsoda, ott van, látod? Megyünk rá. Sportkocsival? Ellen. Szia, segíthetek? Testvérem, szálljál ki fel a kocsiból! Jó van. Te beszélsz. Kerékre mehet. Jó, hagyjad, 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 hagyjad. Ajja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 j
baj, az baj! Tudta, hova kell menni. Annyi haza lecserélni a kocsit, jobban jár. Be kell menni szerelni. Fú, de teszni az a kocsi. Nagyon. Az komoly. Vigyázzatok, az autókereskedésnél sok sörnyek. Kamionosnál hozhattunk embert? Szaladjunk. Kamionostól hozhattuk. Hát csak legyen meg a 150. Honnan lehet 150 legyen meg, aztán hozhattuk. És meg amit néztetek, az túl közel van, az benn van. 20 van eddig, még mindig 3? Van, 4 van itt nálunk. Megszerelem addig a kocsit. Szia van, lángoló felnikkel. Zanabz. Zana. Nem elfelejteni a jelszót. Ti tudni? Testvérem. Nem tudom a kódot. Tedd már ki létre a görög dinnyét a hónom alól. Jó, mert be vagyok sorsodva már. Görög dinnyé, szerelem. Görög dinnyé, jó. Nekünk sárga dinnye van megadva. Akkor van, nem görög? Akkor legyen sárga nekem, minden csak valami dinnyé, azt tudom. Ne. Hát ezt szoktam mondani az asszonynak is, nézd le babám, itt van ebbe a gatyába egy nagy dinnye, most görög sárga, ez attól függ, hogy fog mozogni. És beszállt, jó van. Ne szállj már bele a bokot. Dik, mi van már vele, Cirina? Nem, ezt tudja köszönöm. Szibinja, manavici baba! Köszi szépen. Köszönjük! Na akkor most meg kell kapni ezt a köcsögöt. Jó, itt vannak a zenek. Lassan. Nem lánk jönnek. Annyi, mennyi van? Nem lánk jönnek, tesó. De ránk fognak. Nem lánk. Annyi, mennyi. Nyugalom, nem lánk jönnek. Balra. Nyugalom. Oh, when you got that joke, I can never alone at all. Big it out, you got that joke. Oh, when you got that joke, hello, jó vagy?
nálad, igen. Látok, jöttek a zaruk? Egy túlszapva, ugye? Nem hiszem. Államival, gyere hozzá. Mire várunk? Nem tudom, haladjuk a faszomba. Ezt a másik kocsit, ezt el lehet kapni szerintem. Ezeket mind a kettőt el lehetett volna szerintem. Csak kevesen vagyunk hozzá, meg ott kevesen ott... vagyunk, a kék is vele volt. Igen, azért mondtam, hogy kevesen. De egy-egy ember ül benne. Igen, de ott jött a rendőr vissza kézből, nem láttad? Hát láttam. Mi ez a nagy kocsi itt balra, te jó ég. Annyi haladját tovább, azt keresünk én. Jó, nem az én merci volt, azért próbáltam rázárni. Ott a kocsim, nézd már! Jobbra. Ott a kocsim. Látom. Szép. Legalább egy 8-at, 9-at. Most csak még egy, akkor ott nem vagyok. Goldban Manici baba, azt mondták. Szok Husky. Igen. Őszinte vagyok, alig láttunk embert. Ah, figyeljetek egyébként, ha nem nagyon láttok így még ilyen 5-6 percen belül, akkor igazándiból egy 6-7 kéne annál többnöm. Annyival is mondom, hogy ezek én 6 hetet még egyből. Egyből 6-7 embert viszek egyből. Mert csak figyeld. Mi csinálunk, Mora? Benyárazom az ujjam, kirakom az ablakon. Megvan, erre lesznek az emberek. Érzem. Túszok. Jöttek érte? Merre? Államinál. Ó, vidéki László, vidéki ló. Vidéki László, Cotton Joe. Pirom bal, pak, fék, ballos, pap, csavard neki, azaz. Íííí, Dika rotációs kap a fejű. Kézivel. Dika kézi szencionális pensionáló. Mi vagyunk? Már üvölteni akartam, hogy állj el. Már én is. Ti mentetek el, nem? Aha. Mellettünk. Nincs ember. Vágesz? Ti vagytok? Igen. Mi vagyunk? Mi mentünk el. Jó napot! Hello? Nézzünk már kézé fele! Yellow fele! Oké. Okay, hello? Okay. Hello? Avaditti a vinyádöfén, vinyádöfén. Jó volt? Mhm. Én azt mondom, hogy ciao bella, ciao bella. Popeye elveszett megint. Mindenki azt kapja, ami jár. Hát ő nagyon megkapja ma. Tegnap nem kapta meg egy autó jön. Visszafele. Az mi vagyunk. Mizu! Hello! Arra semmi nincs, tesó. Semmi? Semmi. Jelló, üres. Menj, akkor visszaváros. Gyerek, értek az. Jelló, üres. Hány túszunk van összesen? Így már 6, hogyha most jött még egy. Jött még egy, az akkor 7? Az jó lesz, nem? Nem, úgy az, hogy aki jön, úgy van 6. 5 percet adhatnánk neki. Hát, ha. Még egy 5 percet adjunk szerintem a túszoknak is, aztán nincsen senki, akkor kezdjük el. Visszahoz hozzá, Góri. Nekem jó. Én elkocsikát, ott jön. Ott volt az autó, forduljunk rá. Arra rádurranunk. Mondjuk azt utol nem érjük. Gyerek érte. Pálya fele, Bánya híd fele megy. Megyek visszafele Bánya izétől. A nyugatén. De ez nagyon gyorsan ment. Ez nagyon, az nem is tudom milyen kocsi volt. Mi keleti az nevénk velük számban mondjuk. Jep. Tudok még egy párat. Hát ha elkapom, lehet Yellow-ba ment. Hát a felszólító se volt maradt. Nem baj. Hát azt nem érik utol. Ezzel megnézem, lehet Yellow-ba ment. Yellow fele jövünk mi. Elkapom. És fehér zip. Van, jó van. Ezt most hagytam be. Tudod, mert... Ne csináld már! Hát, geci. Mert?
Feláll a faszod? Hát, felállt a faszom, ember is. Hogy vagy ez? Hogy vagy ez? Oda hajolok a fülethez. Menj innen. Oh, daddy! Jó volt? A műanyag szedő helyett nézzük már meg, hogy mit vagyunk mi valójában. Pontosan van. Visszak! Cicankoltok itt izébe? Nem, hagyjad, hagyjad, nem jó. Kamera még lát minket ott. Menjél tovább. Vizu te szó! Ááááá, geci! Kutya geci! Most menjünk Yellow fele, két Mercedes, arra durranjunk rá! Jövök, jövök, jövök! Két GTS Mercedes, Yellow fele menjünk! Ezzel nem kapok! Husszolj már, mert már receg az agyam! Így jártál! Faszopó gyerek! Fogd már a popát csövöt szállj! Fasz főni! Szólj már a köcsög vérebednek, hogy húzzon bőrt a fogára! Na, mondjad! Márjál, koncentrálok. Mi a faszomra koncentrálsz? Hát nem szóval is látsz. Hát szorvának a mercisek. Hát porad, már rég a pályán vannak, geci! Dehogy is, nem. Hát ezek elveszlődtek valamerre. Nem tudom merre jöttek a picába. Jönk. Eltűntek, nem tudom, hogy mi történt velük. Erre biztos nem jöttek, városnak biztos nem mentek. Réci, hát kérjek már valamit. Szólj neki, hogy jönni, és az autóját. A fasz, vedd már távol a baszától, mert amúgy fel meg őrülni. Vagyok, innen nézem őket. Na így, visszahetek. Oké, de még visszateljesen. Mi vagyunk, Nissan GTR. Fogyatékos, gyászkenek. Oh, daddy. Oh, mama. Kérjétek? Semmi. Ott kik vannak? Gyertek a szedőhöz! Két emberünket lefegyverezték! Hol vagytok? Küldj kordit! Erre, milyen szedő? Ti vagytok itt mi a nyakosnak? Küldj kordit, arab! Mi vagyunk, nem, rosszul láttam a dolgokat, mit szereztünk túsz, elnézést! Ez hülye! Hogy basszom ki, mondtam, hogy vedd fel a szemüveget! Szállj ki! Nem elmondtam! Hol hiszünk még egy túszt? Garázshoz menjél? Milyen garázs? Mert a... Itt egy kutyusz! Te jó ég! Fuxi! Szia kutyuli! Fuxi! Szia kutyász! Cok-cok! Ciao, hello! Ciao. Hello! Szivagazd meg! Lehet, hogy ugatott végig! Fuxi, gyere vissza! Gyere vissza, Fuxi! Gyere vissza! Jó, akkor megyünk a bankhoz. Tettek már! Hello! Most visszünk, úton vagyunk egyen. Hozzuk már a kocsival! Nehogy lelőd! Megfogom, belekapaszkodtam a kezébe. Állj már meg, menj arrébb! Belekapaszkodtam. Hatal vannak. Jelenleg hatal. Akkor lesz 7. Elég a 7? Elég szerintem. Itt van kint. Na jó. Fáradt, az nem van. Gyere, vegy épő! Itt megy, vagy 3 autó, amúgy előttünk izére. Megyek, Góri! Meg akar támadni! Támadni? Meg akar támadni! Szegény, de miért vagy ilyen bele? Ő akart megtámadni! Na jó, ne sírjon a szár! Torkóvágra! Egy garázs fele állja meg ma a mercimre, oda kérem! Rendicek! Akkor itt balra! Ratunk! Itt szállt mindenem. Kukatelepen itt van egy autó. Egy kamion, te szó. Akkor szakaszhatjátok. Gyeljünk, figyeljünk. Felrobbantjuk. Kettő. Lehet, hogy robbantjuk. Azért mindig én voltam. Leszálltam. Megyek Merci, akkor izé. AMG a Merci. MS a BMW. Oh, AMG a Merci. Figyelj, van egy ötletem.
Mi a te ötleted? Ja. Hello. Mondom a rendtámot, visszaadod nekem, Léci. Hello, szia. Hello, szia. Oké, gyorsan. Mindegy, melyik ültök. Mi történt az autóta? Hákún, át, lezártam, bírólom, ha visszajönt szemeltünk. Ja, akkor jó. Azt célzunk rá, most van rá szükségem. Ki? Pont ebben a parkolóban. Nem itt, a hákún hagytam. Csak mi vagyunk, tesó, mi vagyunk. Most lenne szükségem, de visszamegyek a hákúhoz és ott hívlak, ha szeretnéd. Azt mondják, hogy kamerázott terület ez. Mi a baj? Az lenne egyébként a legjobb, hogyha ott megnézted, hogy bent van-e. Nincsen, már ott voltam. Tehát azért vettem ki ezt, csak a túszozást befejeztük, mert én általában elkapó autóval megyek túszozni. Uh-huh. Csak kellett már nekem, mert én nem akkor... Na, vagy egy rendszámot. Mondom nézzük. Is. Eljöttem a Audiba. Sándor János Márton, 413. Itt biztos, hogy lehet rabolni? Nézd meg most. És fog beles... És ha egy fixet is dobsz rá, az a biztos, hogy nehogy baja legyen. Hát, már átvitte a... dolgot a moda. Szerintem jól van ez az autó, de... Az a biztos, sosem ne, én nem hiszek már sejben, ahogy az akció során legyen bajom. Tessék. Imádás, ölelés! Hát akkor a Mercit meg rakd el. Az céges autó. Figyelj már, nem meredsz felrobbantani a maculátot. Nem. Elrakjam? Aha, elrakod nekem, Léci, azt a Mercit. Nem mered meglőni a tartályt. Nem merem. Én meglőjem? Lőjed. 49 méter, hallod? 49. 50 méter. Kicsoda. Itt ahol most állunk a piró izére, a Mercivel. De itt meg 193, tesó. 500 valamennyi. Én? Ezt akkor még hazudsz is. Ez érdekes, hogy mindenkinek más ír ki. Papi volt. Vigyük. Papi volt, aki lőtt. Majd a céloztam. Nem is oda lőttem. 920-ok elvileg akkor, ugye? És nem? Ne. Én nézést kérek. Direkt csináltam. Csá! Nemzeti, ez indulunk egy két autóval, egy piros Nissan-nal, meg egy krómozott MG Mercivel. Egy kék Nissan megy befele a izének a publik fel, a fő publik fel. Ha csak szeretlek egyet, nekem csapatok az egy. Bank. Egyik el sublimált a kocsiból. Már angyalt hívott. Hány túszunk van összesen akkor? Elméletek 7 van, most jelenleg 60 a bankból, mint ugye az egyik elszublimál volna. Egy hundala gondolázott. Nagyon. Már megsétáltattuk az urakat, de ezek szerint az egyiknek késő volt. Hát igazából mindenki akkor visszaérkezett, akkor indítsuk el 6 túszal. Még nem, tankolnunk kellett, mert kifogyott a benzin. Pécs, és ott vagyunk. Sok nemzeti ez. Rendszámot szedjétek le a kocsikról. Mi a gyerek, ki szed le a kocsidról a rendszámot? Na, az ennyi. Ja, jó, megyek. De akkor valaki jöjjön vissza, túszok, ha szálló. Fajtok, arrébb valók a ferkába. Visszajött, csücs le. Visszajött, aki elszublimált közülünk. Mindjárt jövök.
Elkezdem leszerelni szépen ezt a gecit, így is van, lepattintom. Pak! Bezárjam. Így is van. Batika. Ha leszeretitek a rendszámot, mi volt bezárt. Az? Mire kell gondolni, hogy nagyon gondol. Ez remove volt, de csak engliszül tudni. Remove, hogy is van a tábla? Plate. Remove ja, plate. Táborítsátok erről szóval. Ez van a csavarhúzón. Remove plate. Egy számára táborító. Jó napot, jó napot. Jó napot. Várja már. Illetve 5 percenként mozoghatnak az urak. Csak ezt akkor állhatnak föl, hogyha mi mondjuk. És szóljanak egyébként, ha kell inni, enni. Ez nem ez volt az, akiről meséltetek? Nem. Ennek másabb. Jó. Hasonló, de nem. Valam lát. Megyek, becsak csinálok egy kis helyet hogy magamban. Hogy? A szemet ezt. Na akkor ki kezdi, hogy ki csinálja? Mindjárt jövök egy pillanat. Robi, csinálod? Kezdhetem. Aha. Itt kell meg dolgokat csinálni, ugye? Én nem. Te tudod. Hát jó, oké, van nálam üzegépecske, csak akkor szerintem csak kezd. Kezdhetjük, itt van mindenki? Még nem, mert angyal ügyezünk ezzel a csávóval. Valami temanikotus töltet kell, mi az? Valaki aki van erre volt ezt a fehért a guberálóval, az majd kapja a közét. Hosszú volt a az angyal. Gyere ide a másik oldalra. Lassú, de kapadhatod, megjöttünk. Uh-huh. Nincs nálam zárfertörő. Kinél van a zárfertörő? Amúgy uram, maga hány éves? Ide adod neki létének a fehér zakósnak. Aha. Persze, maga szed szám. 405-ös. Tessék? Mit hoztam? Várja, hozok még már egy pár zárfertörő. Ja, kezdted? Akkor jó. Éppen itt. Megtalálod egyből? Hát a lyukat itt megtalálom percet. Akkor mehet. Igen, most tovább. Segítse, még nem törtem itt. Én se. Gyere. Most mindjárt rájövünk. Úristen! Úgy is ez a szar. Itt a szekrényeket nézem? Nem kell, azt lent kell a szekrényeket. Lent kell. Kell keresgetni. Nem, lent kell a szekrényeknél keresgetni. Jutottam egy cigire. Dick. Hátsó bejáratnál van valaki? Két ember menjen hátra. Ügyeti. Egyik én leszek. Kasszás, itt vagy? Kasszás, mellett. Igen, itt. Gyere. Nálad van a fúró minden? Igen, fúró, igen. És a, itt egy drill is? Drill? Drillt nem mondtatok, fúrógépet mondtatok. Egy kockás inges. Igen, és itt úri ember, jó napot, bocsánat. Fent töröm, nem? Igen, önhöz beszélni. Tudom, bazd meg. Őszinte lettek. Majd tudnánk beszélni? Jó, erre az úgy szopóka. Merre kellett csinálni? Szóval nem akarom elhagyni az üzletet. Mit csináltok? Mi a kérdés? Tudja, mire gondolok én. Segítek. Megvan a kártya? Ja. Aha, azt kellett kikukázni fel. Királyság. Igen, az megvan. És akkor most megyünk le. Ugye kellene több ember, mert itt vagyunk. Nem sok időnk van kinyitni. Még egy pár ember jöjjön le ide, légy szíves, a bank. Kártyát szépen. Még egy két-három ember szaladjon le ide gyorsan széphez. Hát mennek. Nyílik a szajtó. Nincs sok időnk. Te fogsz nekünk visszaszámolni rádión, hogyha szarba vagyunk. Ki? Jó. Hát ő, itt ő látja a kártyából. Itt ezt fel kell törnünk. Zárfertőlő. 74 idáig, 74.
Szedjétek! Szedjük, szedjük, szedd a pénzt, szedd a pénzt, szedd a... Akinél van fúró, az kezdje fúrogatni ki a szépeket itt. Hol? Melyiket? A fúrót itt kezdel, valahol itt vannak. Mondjad. Jó. Szeretnél tárgyalni, ugye? Igen. Rendben. Vagy addig kezd el, mert épp ellen pakolom a pénzt. Rendben. Nézd, mennyi idő van még, Robi? 43. Itt fölé. Mennyi van még? 29. Akkor kifele, 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 kifele. Jó, oké, kinél, szerintem itt osszuk le a piszkos, kinél mennyi van? Alap sem mennyi. Jó, ki volt az, aki én, meg valaki rajtunk. Nálam van. Jó, nálad mennyi van? 65. Nálam 66. Nálam is 65. Akkor az 196? Vagy olyas, igen. Valahogy így. 60 second, srácok. Na, ez már itt meg vagyunk, már királyság. Jó, akkor a 197 osztva 2-vel. 98 és fél. Jó? Ja, hogy úgy osszuk le? Aha, tehát egyből itt félbe osszuk. Jó. Akkor szi, én, szi. Akkor én átadok, át... Most szállingózik kifele, nem? Akkor menjünk fel, ott intézzük. Jó, jön a gáz. Azért mondom, siessetek. Jó. De fixag volt. Az arab volt. Megérkezett a rendőrség, srácok. Gyere ide, gyere ide. Feltadok neked. Gyere. 15 maradjon nálad. 15 maradjon nálad, nem? Ja, nem, hia vagyok, bocs, nem szóltam. Neked ment számod? Csak a 6 osztályban meg. És akkor itt van nálad 98, igaz? 196. Ja. Fasza. Annyi? Kemény van people van itt. Annyi vannak van nálad? Nálam? 196 meg annyi a fele. 97.570. Bocsi, én úgy tudom, hogy valami 300 valamennyit lehet összesen egyébként. Igen, hogyha kigubáztuk volna lent a széfeket. Nem tudom, mennyire lehet ja, hallani. Mindenki helyezkedjen. Jöjjön ide előre, aki szeretne tárgyalni. Pillanat. A többi meg annyi, hogy helyezkedjen. A széfeket még esetleg át lehetne azokat nézni. Mennyi van nálad? Van 97. Ezt nálam is annyi van. Azt csináld már úgy, hogy a táskádat azt megpróbod levenni valahogy, vagy a pólódat, vagy nem tudom. Ne látszod, hogy van a valaki gov. Valaki egyet ki. Egy rájön. Ez mi? Hoppá. Ez mi volt egy lövés? Vétlen lövés. Mi voltunk. Vétlen. Elméletileg úgy van, hogyha az információ nem csalnak, hogy kinyitottad a széfet, még fúróval, ha találsz egy-két olyan széfet, amit ki tudsz nyitni, akkor abból még ékszert tudsz elhozni. De én nagyon nem láttam semmi olyan széfet, amit kibírtuk volna most pattintani még pluszba. El lett osz valóbi akkor? Nem zárodik be utánatok az ajtó? Nem, zárodod itt van maradt. Kérdezhetek egy olyat itt a kalapostól. De lehet már oda menni? Nézzük már meg akkor, hogy van még ott olyan. Véletlenül nehogy bezárodja, hagyjad, nem ér annyit az egész. Jó. Figyelj már, elosztottátok a lóbét? Aha. Maradjon nálam 65, én megyek a GTN-re. Jó, oké, nálam van 33. Elfelezzük? Nem kell, legyen nálad, legyen nálam. Ez a biztos jó, tesi. Jó, te mivel vagy a Mercibe? Aha. Jó vagy? Hozott sört? Sört? Nem, sört hoztam, sört nem. Akkor üdvözlöm, jelvényszám a neve. Üdvözlöm, jó napot kívánok, mikor a Kálmán jelvényszám 42-20. Még egyszer. Mikorka Kálmán, jelvinszám 42-25, rendőr 10, jó napot kívánok! Ciao, ciao! Na, hello, hello, figyeljél! Sétáljunk el jobb, itt szépen balra, nézzel a túszokat, jó? Nem lett átvizsgálva
Akkor dobja fel a mancsát. Ebben is lehetne, uram. Leállok ide az úrhoz, elkezdem átvizsgálni a ruházatát. Körben véve a bank területe. Jó, tudjuk, tudjuk, a külső emberek jelentettek, már lesz lesz helyé. Elkezdem átvizsgálni a bal zsebét. Au, megszúrt itt ez a kecibe már. Megyek mit tovább. Átadok önnek egy követ, hogy... Megyek lejjebb itt a balbakájánál egy kis kenyérhéjjel, megyek át, az maradjon. Tessék, egy követ adtam a mellényé, vagy lassan. Látok, akkor másnak a lóvé. Tiszta. Köszönöm, uram, én ezt nem, ezt én itt ne haragudjon, elnézést. Na jó, jó, szépen, jó. Köszönöm szépen, ezt itt hagyom nekem erre nincs. Ennek cusszak rajta! Hát még... Nem ígérem, hogy megfogom a kezét, de leszek mögött. Tetszik a kőszakára. Köszönöm, uram, köszönöm. Jaj! Nézze meg, ide dobta a lábam alá! Ide dobta a követ! Jó vagy? Jó vagy, jó vagy, jó vagy. Gyere, segítek, segítek felállni, gyere fognak ezen. Láttam, szándékos volt! Hát uram, hát nem tudom, hogy itt a túszok maszkban mit keresnek, de legyen igaza, legyen 8, nem... Én nem vesztem le róluk, ki a faszt érdekel. Nem, én kiraktam, kiraktam. Hallgatom, uraim, a kérdéseket. Sétáljuk vissza, hát nem mit itt túszok előtt akarok önnel beszélgetni. Ez még megkeszerüli. Körszakál! Na, körszakál, figyeljen ide, jó? Balra szeretnék, hogy kimegyünk innen, kaszinó felé szeretnék szabad utat kérni, rendben? Ezért adok 2 tuszt. Szimpatikus, teljes útzár, mindent szeretnék felszeretni, rendben? Legyen 3 tusz, uram. De most mi lottozunk? 2 adok, kész vége, ennyi. Se többet, én 3 szeretnék, uram. Most mondom 2. Utoljára, mert te is be fogsz sétálni oda a túszok közé, ha nem kezdesz el azt csinálni, amit mondok. Fogd meg azt a retkés rádiót, és kezd el azt mondani, hogy túsztárgyalodok, amit mondtam. Megértetted? 2 túszére ezt ajánlom föl. Ha tetszik, ha nem ezzel. Nyugodjon meg, uram, nem kell kiabálni. Nem érdekel. Higgadjunk le, akkor mert ez senkinek se lenne jó. És kezdj el rádiózni végre. Ne kellje kétszer mondanom, hogy a fejed lesz átjukasztva. Vedd elő azt a kibaszott rádiót, és kezd el azt rádiózni. Péter, itt a túsztárgyaló. Akcióparancsnok. Itt az úr azt mondja nekem, hogy 2 darab túl szeretne adni egy teljes szabad útért balra a kaszinó fele, hogyha lehetség. Azt mondta 2. Én mondtam, hogy 3. Abba nem akar belemenni az úr. Én mondtam neki. Azt mondja az akcióparancsnok úr, hogy 3. Mondom 2. Azt mondja, hogy 2. Teljesíthető? Megmondom neki. Azt jövök, mondta, hogy teljesíthető. Akkor kezdjük el, jó? Átállni, és utána kimegy a 2 túsz. Rendben. Itt a túsztárgyaló beszél. Igen, igen, 2. Azt mondta 2. Igen. Igen. Megoldható? Igen, igen. Jó, rendben, rendben. Mondom neki. Persze, persze, persze. Azt kérdezi a túsztárgyaló, hogy nem lehetne esetleg barátságosabban megbeszélni ezeket a dolgokat. Közben már intézi a szabadutat. Srácok, egyedül van a rendőr. Egyedül van. Egyedül. Egyedül. Egyedül van, nem menjék ki, nem menjék ki. Próbáld össze fel a kezedet, hát hol van az egységeid? Hát hol? Alszom a bombom, uram. Testvérem. Akkor szerintem kisétálunk, jó? Beülünk a kocsiba. És nem fogunk fejbe lőni a gecibe. Értve vagyok? Mondom, fegyver a kocsitban van. Igaz? Nincs nála, igen. Átmutasztom. Nincs nála. Sétáljál oda a bankhoz. Mindenki jöjjön szegény. Elő az ajtóhoz. Én megszállnáltam. Legalább az esélyt, hogy legalább egy ember delkapott. Legalább az esélyt, hogy egy ember delkapott. Mondom, nem mondom egyszer. Tudtam! Nagyon-nagyon simlis volt! Szia, oka! Adjunk! Gyere! Lassan, ne siess! Álljuk már körbe a rendőrkocsi, hát! Álljuk körbe a kocsit! Jött mindenki? Jó, mindenki! Majd még beül! Egy, ott él a rendőr. Ott áll. Vagy igen. Abból lett csak lőve. Tehát, hogy egyedül kijött. Ebben már, de hol találkozunk? Haladjunk. És tapsol! Viszontlátás!
Sajnáltam. Azzal nem visz be sehova. Na, mert hol találkozunk? Mindenki dobja le a lobettót, azt akkor találkozunk nálatok utána. Jó, akkor mi más hibbe menjünk haza. Mert a pénzt azt már elosztottuk bent. Malasz, gyere a garázshoz, jó? A gátóshoz? Jó. Aha. Gambino, merre megy? Gambino? Én a kocsival leálltam. De hol? Itthon vagyunk. Hát mit csinálsz? Az ajtó! Itthon vagyunk. Pinkivel. Te mondod azt, hogy ajtó? Hát nézd meg az éttermet! Nézd meg, mit csináltál! Nézd meg, mit csináltál! Szóval nézd meg! Te mondod, hogy ajtó! Nézd meg! Székek, asztalok, összetörve. Jó, van már majd újra, láttad már kész is van. Újra rakták. Ez komoly volt amúgy. Már itt van vagyok. Tudtam, nagyon-nagyon könnyedén ment. Itt hol menjünk le? Hát ki egyedül. Péld. Nem tudom, itthon vagyunk. Itt mi mindenki megérkezett. Hát nekem nem akadhat. Figyelj már! Piszkos, hova rakjuk? Hát ez a kérdés, ez csak ízre fogja tudni lerakni. Kinek van háza? Kinek van innen kilója? Neked szaje? Hát nekem van egy ilyen bérelt, én nem tudom, hogy befér-e, hogy mennyi lóvé. Nem fér, csak 5000-be. Jóisten! Lerakom a lóvét, aztán majd ki lesz most. Maradjon nálad! De miért nem kéritek meg, hogy mossák ki ezek a lilák egyből? Ja, mert náluk nincs itt. Náluk biztos, hogy fent van a nagyfőnök, az ki tudja mosni. Hát de nem ráérünk. Megkérdezzük? Nem, hát most... De milyen cink az, tesó? De ember, ennyi pénzzel szaladgálja? Hát holnap? Ez az. Hát de még most találkozni kell velük. Igen? Hát valamit mondtak, hát akkor egyből mosszák ki, mondjuk, hogy nincs az emberünk a szaládból ébren, aki tud moszni. Nem tudjuk, nem találjuk a kulcsot a moszóhoz. Milyen ciki. Igen. Hát, most mit csináljuk? Hát ez elég cinkes. Majd beflexelünk a mosodával, aztán még kulcsunk sincs hozzá. Ki jött? Ezt tudjuk nyújtani. Ez a Gambino family. Tiszteletem. Mert a legjobban látom a pénz, nem mi. Ez itt volt már. Nagyon beizgultam. Nálunk egyet kérdezek, honnan tudtad, hogy egyedül van? Honnan, hogy okos vagyok. Kinéztél? Nem, biztos, hogy kinéztél. Nem, hát szerinted tesó, rádióban lehet így beszélni, most őszintén. Hogy? Hát így. Azt mondja, nem megy bele a háromba, kettőbe belemegy. Jó? Nem jó. Szerinted nem fognak belepofázni? Hát... Na, kimoszassuk vagy szem? Mosassuk ki, hát most ne... Hát de most ebben szaladgálja? Tovább tartom, varakjuk te a kocsit. Hát, ha eltűnik. Kipakolja valaki a garázsba. Elvileg csak a fegyver veszi ki a Béla-ba. Béla, ilyen nagy fegyver, buzi? Uh-huh. De mindegy, van róla videó, nem? Persze, itt vannak a kamerák. A kamerák itt fölveszik, hogy hova lett rakva. Hát itt a tászkám. Hát, nem tudni. Hát szóljunk a liláknak, most egy kimosásra hát benne vannak. Az... Szerintem nem fognak izélni. Ha? Ti nem halljátok? Itt vagytok a rádió? Mit? Minó. De hallottam. Rádió, itt vagytok a... Igen, itt vagyunk a helyünkön, csak itt közben vannak olyan emberek. Kettő hogy megy? Milyen emberek? Baj van? Hát nem, csak... A kettő kilőtt kerékkel szállózik százalékkal. Kicsit ilyen... Te mit csinálsz? Nem akartam, életlen volt. Mit csinálsz? Levelte rólam a guci kalapom. Megijedtem és lőttem. Nem tudtam észre, hogy ki jön hirtelen. Hát bolond vagy hát. A mosodás fiunk pihizik. Meg tudjuk oldani, úgyhogy nem mászkáljunk ennyi pénzzel. Persze, hogyha szeretnétek most kimosni, akkor megyek, aztán kimosom. Köszönjük szépen. Oltalizunk. Milyen helyzet? Hát, azt mondta, kimossa.
Na, csak akkor menjünk. Gyerek az autóját, ijedem el. De hol? Gyerek veled. Hol találkozunk? Igen. Találtok egy olyan boltot, hogy bulldozer boltja a Rákfel dolgozónál. Világnak mondom, mindjárt jövünk. Lász, kocsuk, angyal, ködjünk van. Oké, megyünk a bulldozer bolthoz. Jó? Tak. Sok autót kérek, ha egyébként például mindig menjünk. De hova kell menni? Én tudom, gyertek. Gyere velem! Leo! Persze, elmegyek szublimálni. Igen, is. Leo ott, pézében. Oké. Hozzad a másik kocsit, tesó. Hozzak egy másikat. Ott van a G, aha. Ezt hívd el, ezt jó. Jó, indulunk akkor a megadott helyszínre. Mikor leszel ott a boltodnál? Két perc múlva körülbelül. Jöttök már meg minket is? Visszatölt a kocsi. Lefisztelt valamiért. Jó, van, indulhattok. Több legyen a kocsóra. Oké. Merre fel megyünk. Meg kicsit. Bazd meg, leért az eleje. Jó, valami szerelő vitte, hogy cip. Bankot itt pukkasszák. Hallottad, hogy furják? Nem volt. Rámehettünk volna, tesó. Itt van nálunk, százalány. Ja, jó. Az legyen kivosolni, mert a berakom a számlába, azt mondom, hogy fölbúrnak a kirendőt. Nincs nálad szerelő láda? Nincs, tesó. Nincs. Hát ha lefüstölsz, akkor átülsz. Négy, ti merre vagytok? Pépercét, hogy javasoljuk el a bankot. Amúgy a... itt a kettes ingatlan melletti bankot kifosztották. Nem azt a bankot hagytuk el. Itt vagyunk? Van, ez volt. Jó, csak a többiek nem fogják tudni, hogy itt van. De itt van magam belül. Merre vagytok? Lent, ahol van a mennyit nézve a térképet, van ott két darab ilyen... Rák feldolgozó, hogy mi az atya úristázi. Ó, hát tudjátok adni a lovét, azt akkor mosom is nektek. Nincs nálatok véletlenül szerelő láda? Az nincs. Nálam van. Azt mondtátok, nincs. Nála, nem én, nála, ő. Már ne, neki ezt mondom. Azt mondtad, nincs nálad. A gatyámba. Halló? Az nekem jött. Ja. Átadom. Bocs. Rozsebbe nyújtottam. Ezzel mit szedtetek össze? Mivel? Mi a kedvenc számod? Mindjárt jövök. 390-es. Na, hogy tetted ez a kis bolondba? Oké, hozom pillanat. Néni! Nem? Vasárnap áll még a biznisz, nem? A fegyverek terén? Mhm. Hello, fiú, egy kicsit átjövettünk. Állhat, erről nem én döntök. Jó, van, csajszi vagy, biztos, hogy van szabad.
úgyhogy erről már kettesz, az olyan embert kellene kettesz határ utáni... Jó van. Szerintem... Morgonál vagyunk kint. Egy dollárt elütöttem. Szintézik a pénzt. Tisztítják. Egy kérdés. Egy dollárt elütöttem, egy dollár piszkos pénz maradt nálam, azt visszaadja meg. Jaj, hagyjad. Hát a legközelebb. Egy gyors kérdés. 381-es a lábja. Hogy van, akkor a vasárnapi bizniszünk az még áll, ugye? Áll, hogyha meg tudjuk csinálni a fegyvereket. De most igazából azt beszéltük meg a többiekkel. Hadok egy 200-500 dollár helyett. No. Hogyha hát igazából, hogyha így megyünk így össze-vissza, akkor nekünk is fog kelleni a fegyver. Úgyhogy olyan soktól nem nagyon fogunk tudni megválni, de csinálgatjuk őket. Jó, mert igazából oda kidobtam a pénzt, bazd meg. De, látom. Aki minden. Kapja, Mária! Mert akkor inkább tőletek felé. Ó, az ott maradt. Menjünk, álljatok el arrébb is, akkor jó lett. Így van. Lenjen innen mindenki. Nem kell amúgy nekem. Az ott maradt. Vedd fel, Czolje! Nem biztos, hogy föl lehet szedni. Az azért mondom, az itt marad. Nem, messzebb kell menni. Csak egy ember lehet itt a közelébe. Megvan. Akkor találkozunk otthon. Várj, akkor mi végeztünk? Köszönjük szépen. Baj, szerintem ez nem egy az jó nyitó akció volt. Látott volna egy kicsit izgalmasabb, és nem volt rossz. Egyszerű volt. Igen. Annyit kéne az egyszerűséget. Hogy azt a kibaszott széfeket hogy lehet megpatintani pluszba? Miért az biztos, hogy meg lehet patintani? Szerintem nem. Az ajtó? De nem, úgy van, hogyha azéket több ember. Szerintem nem. Ennyi a maximum, amit ki lehet hozni. Ékszert. Ékszert is lehet már kihozni. Ékszert? Igen. Azt és mennyi ember mehet le? Igazából amennyit akar. Tehát nincs az, aha. Hogy... Tehát, és azt nem tudom pontosan, azt ki kéne derítenünk valahogy, hogy bírjuk azt a széfeket, ott kinyitni a lenti széfeket. Mert ugye három ember kapásba pakolja el a pénzt onnan befelé a zsebbe, és a maradék embernek valahol ki kell fúrni azokat a kis geci széfeket, amiből az ékszereket szedjük majd ki. Csak ezt nem tudom, hogy kell. Nem lehet, hogy több fúró kell, na is legyen. Őszinte leszek. És következőhez viszünk minden, nem? Következő, egy egész hirti táskát viszek le. A helyzet, hol tudjuk beszerezni, mondtatok azt a nagy fúrószárat? Ezt a csajét kell tőlünk megkérdezni. Minden fasza? Hallod, nénye? Megyünk haza, meg vagyunk, igen, persze. Tudom. A nagy fúrószárat, azt honnan szerválott-e? Hát ezt úgy lehet szedni. Hol? Aha, az jó. Azt mondjuk megkérdezem majd az egyik ismerős, de szerintem ő se tudja. Tudod, hogy hol lehet? Dina kérdezni. Elviszem oda. Azt mondja, elvisz oda. Jajon. Vagy okay. Vagyok egy térképész. Tudjuk a helyet, hogy mit vagy az kell. Is, hogyha ő elmegy... Meg ott lehet fúrót szedni, meg fúrószárat is. Fúrószárat lehet ott szedni. Akkor azt tudják, mert fúrót azt tudják, mert drillt azt szoktad összerakni a kisbanhoz. És meg kell hozzá három zártésre, és azt is tudom, hogy hol lehet összerakni a drillt. Hoppá. Ezért szeretlek, de ezért vagy a jobb kezem. Mert ezért azt össze tudják rakni a kisbankhoz való fúrót. Őszinte vagyok, fúrót nem is tudtuk használni, mert zárfertőrővel ugye főtörtük hátul a lassúba, utána meg kell keresni egy kártyát, azt ha megvan, akkor utána meg szaladsz lefele és ott lehúzod. Azt nem is kell semmit. De ott akkor kell valamit fúrni, csak nem tudom. Megkérdezem majd az illetékest, aki szokta szerezni a cuccokat. Oké. Hát nagyon szépen köszönjük. Mi köszönjük a lehetőséget. Viszont nekünk mennünk kéne, mert megkaptam a bevonulómat, tesó. Értettem. Megint mehetek. Bossza. Akkor indulás. Akkor tovább jó. Szép napot, jó akkor utat. Ez a rádió, ez jó lesz közösnek? Persze. Nem. Nem sajnos, mert a Francesco kipofázott. Aha. Nem, hát csak... más pofázott ki. Hát akkor már... Nektek a régebbit, nem?
Ha nekünk a régebbit pofáztak ki. Jó, és akkor csinálhatunk majd egy külső e-mailes dolgokat. Jó, hát akkor majd megbeszéljünk. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok. Puszpál, sziasztok. Jövök haza, Lilák. Viszonyunk a saját rádiónkra, jó? Sziasztok, köszönjük szépen a mai napot. Sziasztok. Mi is lépjük vissza a korégikre. Visszajöttem, passza meg! Várjál! Rádió. Az állami, az sétál már be, hogy a bankból kivetjem a pénzem. Hogy mi van? Az állami nálma meg, hogy a bankból kivegyem a pénzem, utána azt meg berakjam a cégkasszába. Ez közel volt. Hát egy kicsit. Srácok, itt van valaki a rádión? Rádió? Rádiózd már be nekik, a másik prekin vagy még? A reggel vagy. Ah, na, az ujjam vagyok. Oké, akkor mondj neki, hogy akkor az állag a bankból, hogy kiveszem a pénzt és dobom be, akkor a... Ha ne adjat, 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 nem mondj neki. Ja, ez szarul kanyarodik. Nem bejelöl a GPS-a. Az állami bankon bejelöl. Egyenesen még? Faszok, finom jobb majd. Gondolj nekem, hogy... Mondjad. Az a baj, hogy nekem a GPS-em az nagyon messze van, érted? Ja, értelek. Szeretsz vezetni? Amúgy is jól vezet? Szeretek. Vezetni szeretek. Jól vezetni az, hogy jól vezetek, egész addigon még nem kerülök stressz helyzetbe. Oké. Okay. Pont akkor vezetek. Nincs semmi gond. Szaladás haza. Már itt kiszállok, kiszállok. Hova kell menni, érted? De sehova, én itt mennyi. Na. Ezt föltöltjük a cégszámlára. Ezt jók is vagyunk. Így is van. Erre meg kicsit tovább kell menni, és itt van. Ó, vett, azt mondta, hogy jól vagy hol. Ó, hogy a faszom verjen bele! Másikba kell fölmenni, ami a izébe van. Faszom. Jó. Nem rossz, nem rossz.
pillanat. Rádió. Rádió, van itt még valaki? Rádió. Merre vagytok? Hát jöttünk ide az apucéjékkel. Ja. Jó van, akkor itt lefekszek én itt otthon. Csók-csók. Hallod? Szénye, annyit kérnék, hogy a telefonon megnézed, hogy a C-kassza is annyi van, amennyinek kell? Mi van veled, Boris? Bajba vagytok amúgy? Lénye, bajba vagytok? Ja, megcsinom a fekvét, úgyis lelövöm a live-ot, testvéreim. Ez vissza. Kell egy olyan kamera. Vézni. Vézni. Rohadjál meg, kanabis! Rohadjál meg! Ki vagy bát? Boris. Boldog vagy? Boldog vagy, hogy basszom ki a fejedet! Boldog vagy most már, testvére, mi? Boldog? Dék. 18, te csöves. Örüljél, mert csak 15-öt kellett volna. Na várjál, nézzünk nektek egy Twitch-ört. Ki legyen az, akit megkaptok. Tudom, tessé, tudom. Dr. Mogácsat, én nagyon szerettem a munkásságát. Várjál. Megpróbáljuk úgy. Lassan megyünk esetleg. Már mentek Mogács úrhoz. Vigyázzatok magatokra, srácok. Ne felejtsétek el, hashtag papikácska, mehet ott a cseten. Vigyázzatok magatokra, csók-csók.